Na, sziasztok, itt a Nerbi. Végre van téma. Mégpedig az, hogy megérkezett a GoPro Hero 6, illetve a Fusion. És hát, én imádom az ilyen technikai kütyüket. Szóval gondolkodóba estem, hogy vegyek-e. De hát 170 ezer forint a Hero 6. A Fusionnek a magyar árat meg sem néztem, 700 dollár vagy 770 euró. Borzasztó sok. Jó, ez a 360 fokos cucc, ezt nem tudom, hogy én hogy tudnám kamatoztatni. Illetve ugye többször mondtam már, hogy a jövőben, amikor öreg leszek járókerettel, akkor legyen mit nézni. De csak úgy tudom elképzelni, hogyha ráraknám a kormányra. És akkor úgy. Nem tudom, megnéztétek-e a bemutatóját, hogy 360 fokba vesz fel, és utána kivághatod, szóval az applikáció is támogatja, meg minden, nem csak beraksz egy kurva nagy képet a szerkesztőbe, aztán old meg, hanem az applikáció is olyan, hogy kiválasztod, hogy annak a melyik szeletét szeretnéd majd a végleges videóba berakni. Szóval az úgy már nem rossz, mert eddig is voltak 360 fokos kamerák, de nem tudom, hogy milyen erőmű kellett hozzá. Viszont ha most az ember vesz egy ilyet, ahhoz biztos nem lesz elég az én 7 éves számítógépem. De koszos szegény BMW. Szóval azt tervezem, hogy tehetősebbek meg fogják venni most télen, mikor elmennek síelni, aztán majd tavasszal megeladogatják őket. Tavaly is így vettem az enyémet, mivel úgy vannak vele, hogy majd úgy is jön egy új, és ne álljon benne a pénzük, és teljesen igazuk is van, én is így csinálnám. Ugye az új Hero 6 4K-ban már 60 FPS-t fog tudni, ami a jövőben biztos, hogy egy átlagos na itt mi van? Forgatás. Mozi lesz. Igen, 4K 60 FPS, ami a jövőben egy tök átlagos felbontás lesz. Olyan képernyők lesznek, hogy amit tudom én, de olyanok lesznek, hogy az már mindenkinek lesz. Úgy, mint manapság, ma mindenkinek 1080-as a tévéje is. Szóval érdemes lenne abban rögzíteni. Mondjuk a mostani otthoni tévénk is ügyesen upscale-eli a sima tévéadást is, szóval a Nick Juniort, amikor nézem a Shimmer és Shine-t, akkor egész jó, csak a gyors mozgásoknál látszik, hogy vagy ez nem, vagy a Mancher járat. Hogy fel van okosítva. Mindegy, majd kiderül, illetve 1080p-ben tud 240 FPS-t. Az azért nem semmi. Mondjuk én ezt nem használom egyáltalán. A 1080-60 FPS az teljesen megfelelő a motoros videókhoz, de a jövőben ki tudja, hogy
milyen tartalmat szeretnék gyártani. Betty. Bettike mindig elő szeret lenni. Szóval szerintem tavasszal majd jöhet egy, de csak a Hero 6. Fusion-t max akkor, hogyha rám szakad a bank, és tudom értelmes dolgokra használni. Mert bár ugye azért van a sisakunkon a kamera, és nem a... nem a motoron magán, mert... hát akkor nem láthatjátok azt, amikor én oldalra nézek, vagy megnézek valamit, hanem csak láttok előre, aztán úgy elég ingerszegény a dolog. Az max egy jó szerpentin, vagy egy jó pályázásnál élvezetes. De így szerintem nem annyira. Viszont ez a 360-asnál, hogy mivel ki tudom választani utólag a részeket, hogy mit szeretnék betenni a videóba, és tényleg mindent rögzít, illetve a képstabilizátor funkcióját is megújították. Na, azt mondják, hogy most már olyan, mintha egy gimballal vennéd fel. És ezt én elég fontosnak tartanom, szeretem, hogyha rászkódik a felvétel. Na mindegy. Majd még úgyis update-elek. Aztán majd meglátjátok, hogy mi lesz, hogy lesz. MRB voltam. Pápá.